Balogh Károly, Helvécia polgármestere. 1995-től dolgozott képviselőként, majd 2006-tól alpolgármesterként. Polgármesteré válása váratlan eseményeknek volt köszönhető. Sajnálatos módon a 2011-ben a polgármester Magó István az lebetegedett, és egész végig 12-ben helyettesítenem kellett, és volt egy időszakos választás, és az időszakos választásra fölkértek, hogy induljak, és akkor volt egy kihívó, ketten indultunk, és akkor én 91%-kal nyertem, és akkor ez adott egy olyan, úgymond segítséget, útravaló, hogy érdemes csinálni, mert a lakosság ilyen nagy százalékban engem választott, és 14-ben már nem volt kihívom, és 19-ben se volt kihívom. És azon túl, mert nagyon sok társadalmi, úgymond pozíciót betöltök, a gazdakör elnöke vagyok 1992 óta, a sportkör elnöke 98 óta, és a polgárőrség elnöke 12 óta, megyei polgárőrség elnökségi tagja, az Agrárkamara megyei küldöttje, országos küldöttje, hegyközségnek választmányi tagja. Szóval elég sok olyan társadalmi funkciót betöltök hosszú éveken keresztül, hogy bent vagyok a köztudatban. Szeptember 4-én Kiskörösön tartotta ünnepi közgyűlését a Bács-Kiskun megyei önkormányzat vezetőtestülete. Itt adták át a megye legrangosabb kitüntetéseit, melyeket a területükön kimagasló eredményeket elért szakemberek munkásságukkal településük a megye polgárainak megbecsülését érdemelték ki. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én rám gondoltak a megyébe, hogy az év polgármestere lettem a megyébe, és ezt tulajdonképpen a közgyűlés után már akkor említették, hogy én kapom meg a megyébe, de köszönöm szépen, szóval nagyon nagy megtiszteltetés. Helvécia folyamatos fejlődésen megy keresztül. Balogh Károly polgármester elmondta, nemrégiben például egy piaszcsarnokot és egy kemencét adtak át, előtte pedig egy egészségügyi központot avattak fel, ahol van egy orvosi rendelő, fogorvos és egy védőnői körzet. Azonban további terveik is vannak még Helvécia fejlesztésére. Nagyon sok tervünk van még, de nagyon szépen haladunk, és köszönjük is ezt a rengeteg pályát, amit nyert a település. Most van tartalék listára, tettek bennünket a temetőnél, szeretnénk a ravatolozót felújítani. Az egyik óvodánál, a lenti óvodánál tulajdonképpen most kaptunk egy pályázatot, amit tornatermet csinálunk, és oda kellene még egy zárt folyosót létesítenünk, és vannak előkészítve utcáink, ami olyan szilárd burkolatú út van, és azt kék fel lehet zárni. Ez a három, ami tartaléklistán van, és most adtunk be egy pályázatot, ez a vidékfejlesztéshez, és ez Kecskeméttel közösen a Kiskörösi útat szeretnénk kiépíteni, illetve a Köcsökcsárda útját, hogy ez egy könnyebben lehessen közlekedni, nem csak Helvéciának, Ballószögnek, illetve Kecskemét-Ballószögnek. Számos programot szerveznek az ott élőknek. Ilyen volt például szeptember 3-án és 4-én a Szüreti Mulatság, de sok más hasonló ünnepségeket is tartanak a településen. Az elmúlt éveket tekintve pedig egyre több a születések száma, illetve egyre többen építkeznek is Helvécián. 65 gyerek született egy év alatt. És minden évben a születi napok alkalmával azt Helvécia polgárra fogadjuk. És tulajdonképpen tavaly 50 telek kelt el 5 hét alatt, most 40 telek van eladás alatt, ez itt a lenti részen van, ez 28 el van kelve belőle, de különösebben még nem hirdettük sehol se. Ezek 400 szögles telkek, és most van kialakítva Szabó Sándor telepen újabb 40 telek, amiben a közműveket várjuk, hogy azt kiépítsék, és akkor az is eladó lesz. Illetve van még két rész, itt a lenti faluban és a fönti részen is, olyan 10-12 telek, ami még majd kialakításra vár, de ez a jövőbe. Még január 1-én, hál' Istennek 4958-an voltunk, ez azt jelenti, hogy jövő évben még a falu programba pályázhatunk, de már túlléptük az 5000-et, úgyhogy innentől kezdve már majd 2023-tól a falu programban nem tudunk pályázni, hát akkor majd másféle lehetőségek lesznek. Biztos, hogy a város közelsége is vonzó számukra, és egy élhető falut én úgy gondolom teremtettünk, hogy minden olyan feltételt biztosítottunk itt, úgymond új a védőnői körzet, új bölcsöde van, új óvoda van, a másik óvoda is annyira föl van fejlesztve, hogy vonzó legyen a szülőknek, hogy ide hozzák, nagyon jó gyereknevelőink vannak, orvos óvónőink vannak,
és úgy gondolom, hogy ebből kifolyólag versus közelsége, illetve az, hogy olyan feltételeket biztosítunk, teremtünk, hogy itt vonzó lenni. Most a toppos pályázatokba szeretnénk egy új sportcsarnokot a Véberede iskolánál, ott szeretnénk 4 tantermet bővíteni, 2 tanterem lehet emeletráépítést, illetve tódanánk hozzá is egy 4 új tanterem lenne, és a másik iskolánál, ott meg a sportcsarnok tetejét szeretnénk felújítani, illetve ott is bővíteni szeretnénk. Mert a gyerek létszám úgy növekszik, hogy ha akarnak, akkor Helvécián tudjanak tanulni. Balogh Károly úgy gondolja, hogy polgármesterként fontos a lakosoknak iránymutatást adni, ha szükséges, vagy éppen segítséget nyújtani.